minket, akik hát a tőkés Edit sógorát és engemet, illetve azokat, akik lent maradtak a lakásban, minket a Securitatehoz vittek, ahol egy jó félórás intenzív verés következett. A Securitate udvarán egy szakasz katona velünk foglalkozott hetünkkel, és mindenféle válogatott kínzási módszereket kipróbáltak. A Securitate udvarán felsorakoztattak, letérdeltettek, tarkóra tetették a kezünket, és hátulról rúgták a vesénket például. Ez volt egyik módszer. De olyan is volt, hogy lehasaltattak a földre, és egyszerűen gyalogoltak a hátunkon, tehát átmentek a hátunkon. Engem többször is kiszedtek a sorból, mert engem ismertek, hetünk közül egyedül én voltam ismert számukra, mert engem sokszor igazoltattak már korábban is. És kaptam gumibottal az arcomba például, kaptam ököllel, úgyhogy a szemüvegem összetört az arcomon, ököllel a szemüvegembe gyakorlatilag.